A karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnázium tanárával, bíróné Varga Tündével beszélgetünk szép sikert elért diákjáról, Tóth Annáról. A Tudok konferencián, amit a Kutató Diákok Mozgalma szervez, szerepelt eredményesen Tóth Anna, aki rendszeresen részt vesz ezen a versenyen. A tanárnő az iskola is segíti, amiben tudja, de a Debreceni Egyetemre is bejár kutatni, így már olyan mennyiségű anyaggal rendelkezett, amiből az előadását meg tudta írni. Annának azért már egy nagyon hosszú múltra visszatekintő kutatása van. Ő évek óta ez a Tudok konferenciára készül, és rendszeresen részt is vesz. Egyrészt az iskolánk is segíti, amiben tudja. Én is személyesen 9-es kora óta tanítom Annát, úgyhogy amit tudunk, feltételeket biztosítunk számára, de ő a Debreceni Egyetemmel van kapcsolatban, és oda jár be addig, amíg a lehetőségek engedték kutatni. De mivel több évre visszatekint az ő kutatása, ezért már olyan mennyiségű anyaggal rendelkezett, amiből az előadását meg tudta tartani és megírni. Egy szaktanárnak mindig nagy öröm, ha tanítványa ilyen szorgalmas, mert nagyon nehéz a diákokat lelkesíteni. A valóság valóban az, hogy nagyon nehéz őket lelkesíteni. Óriási szerencsénk van azzal, hogy Annának olyan az otthoni támogató közege, illetve általános iskolában is már megcsillant a tehetsége, és felismerte ezt az általános iskolai tanára is. Hozzánk már úgy jött, félig meddig készen, hogy tudta, hogy mit akar. Ez mindig nagyon nagy könnyebbség, hiszen aki kutatásra adja a fejét, aki úgy dönt, hogy kutatással szeretne foglalkozni, annak mindenképpen tisztában kell azzal lenni, hogy nagyon nagy mértékben szükséges ehhez a kitartás, illetve a kudarctűrés, és csak nagyon pici százalék hozza majd meg azt a várt eredményt, amire mindenki vágyik, és amit a nagy közönség látni szokott a végén. Rajta kívül is sok tehetséges tanítvány van az iskolában, de a tendencia azt mutatja, hogy nehezen motiválhatóak a gyerekek, különösen a pandémia időszaka alatt. Nagyon sok tehetséges tanítványunk van, korábbi években is volt, tehát rendszeresen volt Tudok nagydíjasunk is. A tendencia sajnos tényleg azt mutatja, hogy nehezen motiválhatók a gyerekek, különösen most a pandémia időszaka alatt nagyon-nagyon nehéz, de bízunk benne, hogyha visszajövünk, akkor esetleg újabb lendülettel állhatunk neki majd a kutatásoknak. A távoktatást, illetve a digitális oktatás időszaka alatt én úgy szerveztem, tehát csak a saját magam nevében tudok nyilatkozni, úgy szerveztem a saját oktatási tevékenységemet, hogy inkább az elméleti hátteret beszéltük meg a gyerekekkel, a tanulókkal. Így amikor visszajönnek, akkor a gyakorlatra tudjuk helyezni a hangsúlyt, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy be tudjuk pótolni a hiányosságainkat. A tanárnőnek vannak kedvenc témái, de nem szokta orientálni diákjait, hagyja, hogy kibontakozzanak. Vannak kedvenc témáim, de nem szoktam őket orientálni. Tehát hagyom, hogy kibontakozzanak, nem akarom rájuk nyomni az én akaratomat egyáltalán, mert mindig az a jó tapasztalatom szerint, amihez ők vonzódnak. Tóth Anna zavarban volt, ahogy hallgatta tanára dicséretét. Mint mondta, jól esik hallani azt, különösen egy olyan embertől, aki 4 éve tanítja. Anna kutatás iránti érdeklődése általánosban indult, majd a gimnáziumban megismerkedett témavezetőjével, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómia Szövet és Fejlődéstani Intézetében dr. Juhász Tamás egyetemi adjunktussal, aki segíti kutatását. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert már általános iskolában is végig olyan emberekkel voltam körülvéve, akik hittek bennem. És ahogy ide kerültem gimnáziumba, megismerkedtem a mostani témavezetőmmel, aki a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar Anatómia Szövet és Fejlődéstani Intézetében egyetemi adjunktus, és dr. Juhász Tamás indított el. Az első témám a versenysportolók térdizületeinek vizsgálata volt, ez még nem egy laboros téma, és ebből bontakozott ki a jelenlegi témám. Témája a versenysportolók térdizületeinek vizsgálata. Közel 8 éven át kosaraztam, és volt egy kisebb sérülésem, és ebből adódott a témám. Érdekelt, hogy milyen következményekkel jár egy műtét utáni regenerációs folyamat, és hogyan lehetne ezen javítani. Közel 8 éven át kosarazott, egy kisebb sérülés miatt abba kellett hagynia, ebből adódott a kutatási témája, amiben már a jól előre haladt. Most jelenleg egy PACAP nevű neuropeptiddel foglalkozunk, amely
egy általános védőszereppel bír, és elmondhatjuk róla, hogy a legtöbb szövetben jelen van, és a kísérleteinkkel rávilágíthatunk esetleg egy olyan célpontra ezzel, amellyel a poacdegenerációs folyamatok visszafordíthatók lehetnek, és később a PAKAP esetleg egy jó gyógyszer alap lehet. Érettségi után a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karára jelentkezik, és komolyan tanul a távoktatásban is. Két emelt szintű érettségi tárgya van, amire külön is tanul, napi 10-12 óra megy el tanulással. Megvan már a napi rutinom, minden reggel felkelek 7 órakor, és van néhány online óránk, azokra természetesen bekapcsolódok, de ettől függetlenül napi 10 órát szánok a tanulásra, körülbelül plusz-minusz van benne, és hát sajnos mostanában inkább plusz, de ennyit megér szerintem ez a készülés.